Ábrahám Furós András polgármester és Fülöp Zoltán képviselő közös képviselői beszámolót tartott a 3-as, illetve 4-es körzet lakóinak. Március 19-én képviselői beszámolóra és körzetgyűlésre hívták Kiskunmajsa 3-as és 4-es választási körzetének lakóit. A rekreációs központban tartott rendezvényen elsőként Ábrahám Furós András polgármester számolt be az eltelt időszak történéseiről. Már a kampányban is ígértük a körzetlakóknak, hogy sűrűbben szeretnénk találkozni velük, tehát minimum évente kétszer. Most megtörtént az első tavasszal, majd legközelebb ősszel, de adtuk a lehetőséget, hogyha úgy ítélik meg, hogy szükség van újabb fórumokra, akkor a hely és az idő adott lehetőség, akkor szívesen partnerek vagyunk ezekbe a fórumokon. Természetesen most itt kettős minősítésemben is jelen voltam. Ha csak egy sima körzetfórum lett volna, akkor is, mint polgármester illik megjelennem ezeken a rendezvényeken, hiszen nekem is jöhetnek kérdések, mint ahogy ezen a fórumon is jöttek kérdések. De mint a 4-es körzetnek a képviselője is jelen voltam, és hál' Istennek nagyon szép számmal eljöttek mind a két körzetből a kedves majsai körzetlakók, és nagyon aktívra sikerült ez a fórum. A mondókám elején próbáltam összegezni azokat a feladatokat, amik már mögöttünk vannak. Nyilván 2014. októberében kevés közigazgatási tapasztalattal kerültünk be a város vezetésébe, de azóta úgy érzem, hogy dinamikus fejlődésben vagyunk mindannyian, akik napi szinten vezetjük a várost. Beszéltünk a bizottságokról, beszéltünk a már meglévő és tervezett munkacsoportokról, és a konkrétabb tervekről. A következő időszakban, ebben a 2014-20-as időszakban az egyik legfőbb témakör, amiről majd beszélgetni fogunk, azok a pályázati lehetőségek és az abból megvalósuló beruházások. Az elmúlt hetek arról szóltak, hogy az úgymond toppos pályázati lehetőségekre Kiskunmajsa milyen pályázati ötleteket, infrastruktúrális pályázati ötleteket tud beadni. Erről volt több egyeztetés. Az ötletelésünkkel párhuzamosan van egy belügyminisztériumi támogatással egy úgymond ITS fejlesztés, vagy egy ilyen integrált településfejlesztési stratégiának a kidolgozása, ami tulajdonképpen össze is vág azzal a feladattal, hogy a jövőben milyen projekteket szeretnénk itt megvalósítani. Annyi van bővebb az az ITS-es program, hogy itt nem csak materiális infrastruktúrákról van szó, hanem olyan gondolatokról, szervezeti működésekről, ami egy településnek az életét, működését segíti. Ezzel kapcsolatban is volt már kisebb és bővítettebb fórum. Most várjuk majd a szervezőknek az összegzéseit, hogy a begyűjtött tapasztalatok alapján milyen véleményeket tudnak majd adni, vagy milyen ötleteket tudnak majd adni, hogy merre felé kormányozzuk a város szekerének a rúdját. De ami az egyik legfontosabb, visszatérve az előző gondolatra, hogy a megyei toppos pályázatokból mi mennyi pénzt tudunk majd, és mire tudunk lehívni. A toppos kereteken felül természetesen a vállalkozói körnek is indulnak a pályázati lehetőségek, és tulajdonképpen itt most oda is értünk a gazdaságfejlesztéshez és gazdaságélénkítéshez. A gazdaságunknak az alapmotorjai azok a vállalkozók. Nekünk, városvezetésnek valamelyest felelősséggel kell bírni az ő sorsuk lehetőségeik iránt, ezért az ő helyzetbe hozásuk, helyzetbe tartásukra is foglalkoznunk kell.
A projektirodának bővíteni fogjuk a tevékenységét, most egy pici átszervezésen esett át a projektiroda. A KFT vagy valamilyen szervezeti formában szeretnénk majd tovább működtetni, hogy a vállalkozói szemléletet oda is beitassuk. De lesz és van vállalkozó, aki kifejezetten a vállalkozóknak a projektjeivel fog foglalkozni. Kettő ilyen társaságról is tudok, aki majd gyökeret szeretne itt verni a környéken. Az egyik társaságnak már múltja van itt Kiskunmajsán, főként a Bodoglár és környéki vállalkozásokat menedzselte ez a vidéki pályázatíró társaság, de épp a napokban jelentkezett egy olyan társaság, aki az ipari parkba szeretne területet vásárolni, és egy melléküzemágként pályázatírással is már foglalkoznak 10 éve, én nem is tudtam róluk, hogy ilyen is foglalkoznak, de mint érdekesség kiderült, tehát nyilván egy vidékről jövött társaságról van szó. Szó volt a fórumon a tervezett fejlesztéseinkről, az ipari park betelepítéséről. Örömmel tudok beszámolni róla, hogy az ipari parkban a közművesített részek javarészt hamarosan gazdára találnak. A Marisi út másik oldalán a motorlandos és general recyclingos területeket most szeretnénk rendezni. Lesz folytatva a beruházás, nem lesz folytatva, tehát mindenképpen egy tisztább helyzetet szeretnénk ezekkel kapcsolatban meghozni, mert hogyha tényleg további jelentkezők lesznek, akkor nem tudunk majd helyet biztosítani. Ami szervesen kapcsolódik az ipari parkhoz, az egy elkerülő út. Már a régi rendezési terven is kipontozottan be volt jelölve egy elkerülő út, ami a Félegyházi utat kötné össze a Szegedi úttal, Kömpöci úttal, fölfűzve az ipari parkot. Hát ez egy komoly, több milliárdos beruházás, ennek is szeretnénk elindítani egy ilyen megvalósíthatósági tanulmányát, amivel majd el tudunk indulni, lobbit keresni, hogy megvalósuljon majd ez a beruházás is, amihez kapcsolódna a Kömpöci útnak a felújítása, tehát a Majsa táblától az autópályáig. Tehát ez a kettő projekt egy szoros összefüggésben lenne. Aztán szó volt arról, hogy Majsa hamarosan egy gyógyhelyi minősítést megkap, ez további pályázati lehetőségeket fog biztosítani. A gyógyhelyi minősítés kapcsán olyanra lesz pályázati lehetőség, ami a turista vonzóvá teszi a településünket. Ezen pályázati keretből szeretnénk megvalósítani, felújítani a már sokszor emlegetett Majsa és az Üdülőt falu közötti bicikliutat, egy sétányát tenni. Itt most jelezték a kedves majsaiak, hogy ha ezt fel akarjuk újítani, akkor a meglévő öreg nyárfákat ki kell vágni, hogy azonnak a gyökere már ismételten a felújított bicikliutat, sétálóutat már ne rombolja, ezt kiegészítve ilyen kiülőkkel, padokkal, megálló lehetőségekkel szeretnénk egy ilyen szórakoztató központot valahova a Félegyházi útra elhelyezni. Azáltal megoldható lenne az a probléma, amit szintén itt az egyik kedves Kálvári utcai lakos mondta, hogy a sportpályán lévő bicikli ugratók, meg ördeszka ugratók elég hangosak. Hát valóban nem egy ilyen lakópihenő övezetbe való, de hát szerettünk volna a gyerekeknek is helyet biztosítani, mert valóban sok gyerek kijár gördeszkázni és a biciklikkel ott ugratgatni. Tehát egy ilyen rendezvény vagy egy ilyen szórakoztató központ lenne, nyitott része is, meg fedett része is, a majsaiakat is tudja fogadni, és természetesen a Majsára érkező turistákat. E kapcsán mindenképpen megemlítettem és meg kell említeni, hogy a majsaiban azt a gondolatiságot szeretnénk átformálni, hogy
hogy egy turisztikával való foglalkozás, ez jó dolog tud lenni Mayshának. Közel 60 millió forintos bevétele van Mayshának az idegenforgalomból, adóbevételekből. És ez irányú fejlesztés, ez további stabil forintokat tud biztosítani a városnak, nem beszélve arról, hogy az idegenforgalmi adóból bejött pénz mellé az állam még másfél forintot hozzáad, ez is szaporítja a bevételt. De azt gondolom, hogy olyan attrakciók létrehozásával, ami továbbra is turista csalogató tud lenni, tehát hogy ne csak a legfőbb bázis, a termál strand legyen egy fő vonzó tényező, ezt a potenciált kihasználva, hogyha a város olyan attrakciókat, olyan, de nem csak a város, hanem a kistérségben olyan lehetőségeket tudunk biztosítani, amivel ki tudjuk a turistáknak az idejét tölteni, hogy ne csak a teljes itt lévő 7 napját, 10 napját a vízbe töltse el, hanem közben tudjunk változatos lehetőséget biztosítani. Tényleg pár kilométerre Csólyos, Szank, Bugat, hogyha tud lehetőséget biztosítani, akkor az ideérkező turistákból még további forintokat tudnak itt hagyni Mayshán, és ezen keresztül már nagyon sok mayshai érdekel tud majd lenni. És hogyan tudná értékelni ezt a mai fórumot? Nagy öröm volt számomra tapasztalni ezt a nagy létszámú érdeklődést. Ez egy plusz motivációt ad az embernek, hogy tényleg érdeklik az embereket a munkánk, a munkásságunk, az ötletelésünk. És azt kifejezetten köszönöm így a kamerákon keresztül is az ide látogató körzetlakóknak az aktivitást és azt a sok kérdést, ami feltettek. Igyekeztem jegyzetelni, és itt a helyszínen megválaszolni, amire csak tudtam, hogy itt rövidre zárva próbáljuk tisztázni a bizonyos kérdéseket, tehát amire már megvan a válasz, akkor arra már most megkapták, és annak tudatába tudjanak hazamenni. Úgyhogy jó volt, nagyon hasznos volt, én is örültem neki, szerintem a Fülöp Zoli képviselőtársam is így van ezzel. Itt megragadtuk a lehetőséget, és eljött a fórumra dr. Tóth Péli Emőke, a város új jegyzője. Ő is bemutatkozott, és ő is itt a végén abban maradtunk, hogy kérdeztem tőle, hogy hát ő tulajdonképpen már a bemutatkozása után akár elmehetett volna, de hát nagyon élvezte a fórumot, és nagyon köszönte ő is a lakóknak, vagy a körzetlakóknak, hogy eljöttek. Úgyhogy hasznos volt, nagyon jó volt, sok tapasztalattal bíró volt a rendezvény, úgyhogy a többi körzetbe is tervezzük a többi képviselővel, és szívesen elmegyek majd természetesen azokra a beszélgetésekre is, úgyhogy reméljük, hogy az is sikeresek lesznek, és ennek is majd folytatása lesz ősszel, úgyhogy sok muníciót gyűjtöttünk, sok feladatot kaptunk, úgyhogy van dolgunk. Fülöp Zoltán a 3-as körzet képviselője szintén fontosnak tartotta a mostani körzetgyűlés megtartását. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy megrendezzük ezt a lakossági fórumot. Ez hónapok óta napirenden volt már, most a tavasz beköszöntöttével. Elérkezett az idő, mert sok olyan probléma ilyenkor kerül újra napirendre, ami télen kevésbé érzékelhető. A lakosság számottevő részét elsősorban a csapadékvíz elvezetés foglalkoztatta, különösen ilyen időjárásban, amit most élünk. Összességében nagyon pozitívnak tartom, és ez az első volt, de nem az utolsó. Nagyon fontos a lakosság véleményét újra és újra hallani, amikor összecseng azzal, ami a mi fejünkben is van, és azon vagyunk, hogy megvalósítsuk, akkor azért, mert ez egy megerősítés. Amikor pedig olyan gondolatokat fogalmaznak meg, amire a mi figyelmünk nem terjed ki, és amilyen problémákat mi valljuk be, esetleg észre se vettünk, akkor pedig azért jó, hogy arra is kiterjedjen a megoldás. Az elmúlt hónapok alatt mennyire tudta megismerni a körzetet, milyen problémák, milyen lehetőségek merültek fel, ami önt is foglalkoztatja? Már a kampány során próbáltuk mindannyian minél jobban megismerni a körzetet, és
ez azóta is tart, és két év múlva is fogunk olyannal szembesülni, amit előtte nem láttunk, vagy nem érzékeltünk. Mindenkit a saját lakókörnyezete, a saját otthonának a biztonsága, a természeti és a vagyonbiztonsága foglalkoztatja. A szépsége, hogyha ezt rendben látja, akkor sokkal jobban fogja magát érezni kismunkumalsai lakosként. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt minél jobban megvalósítsuk. Ahogy a felvetésekből is látszik, nagyon sok olyan felvetés van, amihez tényleg ott kell lakni pár éve, hogy ilyen jó ötletet kitaláljanak. Bízunk benne, hogy lesz kapacitás megvalósítani őket. Itt a fórumon említett egy-két példát, amit ön is fontosnak tart, hogy megvalósuljon, illetve megoldódjon a közeljövőben. Egy-két gondolatot hallhatnánk? Az én szívem csücske az az, amivel igazán arculatot tudna váltani ez a körzet, illetve annak egy része, hogyha a gyógyhelyprogram keretében egy fasort, egy sétányt tudnánk megépíteni az üdülőfalutól akár a központig, vagy minél jobban a központ közeléig, és ezt kivezetni a vasútállomásig, kiterjeszteni a főutcára. Hogyha ez megvalósul, egy olyan agóra, egy olyan fogadtatás kap a Majsára látogató, amit nem csak elsőre látni, hanem abban nap mint nap élni is jó. A természet közeliségen kívül a vagyonbiztonság szempontjából nagyon fontos, és ezt mindenképpen szem előtt kell tartanunk, hogy ameddig megoldás van a csapadékvíz elvezetésre, a talajvíz problémák orvoslására, addig az önkormányzatnak el kell menni a lehetősége és az észszerűség határán belül, a rendelkezésre álló forrásokat pedig úgy csoportosítani, hogy ebből minél több úgymond ingyenpénz legyen, hogy a város egyéb problémáira is minél több forrás jusson. Összességében hogyan értékeli ezt a mai napot? Rendkívül pozitívan. Azt külön ki kell emelni, hogy ilyen érdeklődésre tett szert ez a lakossági fórum. Látszik az, hogy a lakosság ezt abszolút mértékben igényli, és ebben teljesen igaza van, hogy elmondhassa az észrevételeit. És nekünk ugyanennyire fontos, hogy az elvégzett munkáról halljuk a véleményüket, illetve amit fontosnak tartanak, hogy mi megcsináljuk az ő érdekükben, azt elmondhassák.